Vegyész vagyok, kémikus vagyok, és szeretem is a kémiát, és nagyon sokszor zavar, amikor valami környezetszennyezés kapcsán a sajtóban azt olvassuk, hogy a kémia bűnös már megint valamiért. Ugye a kémia, az természettudom, ez nem lehet bűnös. Legfeljebb az, aki hibázik, mert nem tudja a kémiát, vagy felelőtlenül alkalmazza. Tehát a kémia nem bűnös. Az, hogy a kémiának nincs valami jó híre, hát ugye egyáltalán a természettudományok nincsenek a legjobb paszban manapság, de ezen belül a kémia rossz híre is talán felvethető. Annak nagyon sok oka van, az egyik talán az oktatás, hogy mi kémikusok valamit elrontunk az oktatásban. Ugye gyerekkorban mindenki szeret kísérletezni, és utána nem, hogy ezt táplálnánk, hanem inkább az iskola elveszi a kísérletező kedvet, tehát ezt valahogy jobban kellene csinálni. A kémia megszerettetésében nagy szerepe lehet a művészeteknek is. Ezt Vizi Bélával együtt én is ugyanígy vallom, hogy a kémiát a mindennapokhoz a művészet közelebb hozhatja, és majd a kiállítás ezt ékesen fogja bizonyítani, ha önök is megnézik. A másik ok talán még a kémia rossz hírében a média. Ugye az egyértelmű, hogy a médiában a jó hír az nem hír, a rossz hírnek van igazán értéke. Ugye média történeti közhely, hogy ha a falusi postást megharapja a kutya, az nem hír. Ha a postást megharapja a kutyát, az kerül be a sajtóba, annak van hírértéke. A címhez talán még annyit, ugye ez egy kicsit nagyképűnek tűnhet, ennek a összevetésnek csak akkor van értelme, ha a kémiát is művészetnek tekintjük. Hát én így tekintem. Hát a művészetnek van több definíciója, például az egyik az, hogy valamilyen hivatás magas színvonalú gyakorlását is művészetnek szokás nevezni, ugye valaki a szakmája művésze szokták mondani, tehát ilyen alapon a kémiát is lehet magas fokon művészi szinten művelni, és hogy nem csak én gondolom ezt így, ahhoz a Nobel-bizottságot hívom segítségül, ugyanis az 1965-ös kémiai Nobel-díj nyertese Robert Woodward, amerikai kémikus, ezzel az indoklással kapta meg a Nobel-díjat, hogy a szerves szintézisek művészi tökélyre fejlesztésért. Tehát a Nobel-bizottság is úgy gondolja, hogy lehet művészi szinten csinálni a kémiát. Hát azért Woodward néhány dologgal hozzájárult ehhez. Ő és munkatársai szintetizálták először a koleszterint, a klorofil szintézisét, ugye, amelyik a fotoszintézisben a növényi zöld festékben jelenik meg 55 lépésben, és a csúcs teljesítmény a B12 vitamin, amit 100 munkatársával 10 év alatt sikerült megoldani a szintézisét. Neki egyébként a svájci gyógyszergyárak alapítottak egy kutatóintézetet, és a végén már ott dolgozott, kihasználva ezt a teljesítményt. Na tehát akkor ilyen alapon össze lehet hasonlítani a kémiát a klasszikus művészetekkel, és akkor nézzük a kapcsolatot például az irodalommal. Kémikusok az irodalomban. Két példát szeretnék csak mondani, rengeteg példa van, nyilván a tisztelt hallgatók is tudnak ilyeneket. Egy külföldi, Izsák Aszimov, azt hiszem őt talán mindenki ismeri a tudományos fantasztikus művei révén, 41-ben szerzett kémikus diplomát, ugye volt a II. Világháború, akkor ott szolgált, hát nyilván nem a fronton, hanem valami hátországi intézetben, és 48-ban szerezte meg a doktori címét kémiából, utána a Harvardon oktatott biokémiát, írt biokémia tankönyvet is, és közben írta a science fiction műveket. 10 évig ment párhuzamosan a tudományos és a írói karrierje, és 58-tól csak az írásnak szentelte az életét, több mint 300 könyvet írt, néhányat itt felsoroltam, és ha olvassuk ezeket a műveket, akkor meg lehet találni ennek a nyomait, hogy kémiai műveltséggel rendelkezett Izsák Aszimov. Sok műve játszódik laborban, kutatóintézetben. Van a krimi novellája például, aminek az a megoldása, hogy tudjuk, hogy a Bernstein név az nem egy átlagos német név, hanem az a szerves kémiai gyűjtemény. Tehát tetten érhetők a műveiben a kémiai motivumok. Hát itt ez a kép mondjuk lehetne az a címe, hogy Izsák Aszimov a tudományos fantasztikus irodalom trónusán ül éppen. Na, erről csak ennyit. A másik példám Örkény István, ő az én számomra, meg a téma számára azért fontos, mert az ő munkásságával kezdtem először foglalkozni, amikor megtudtam, hogy ő kémikus volt, hogy Örkény kémikus is volt, meg nagyon szerettem az írásait is. Hát ugye
ő ma már klasszikus, azt hiszem volt már érettségi tétel is néhány évvel ezelőtt, nem biztos, hogy ennek örülne, mert egy író népszerűségének a kötelező olvasmányá válik, nem biztos, hogy az jót tesz. Ugye ismerjük, groteszk drámai révén vált világhírűvé, Tóték, Macskajáték, Tótékből ugye a Isten hozta őrnagyúr, nagy sikerű film is született. A másik nagy találmány ugye az egyperces novellák, ezt franciára például Mini mítoszok címen fordították, és hát a egyperces novellákban találunk olyat is, aminek van kémiai tartalma. Ugye véletlenül van itt a zsebemben egy egyperces novella, sose indulok el otthonról egyperces novella nélkül, ezt most szeretném felolvasni. Tehát a végzet. Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek. Mind pogácsa kedvelők. Ha a mamának volt rá ideje és kedvében akart járni övéinek, sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószert gyúrt a tésztába. Ízre nem volt rosszabb, így hát jól bepogácsáztak. S reggelre meghaltak mind a négyen. Az apa, az anya és a gyerekek. Negyed nap eltemették őket, és aztán összejött a rokonság, meg a közel és a távolabbi szomszédok, ahogy az már illik, halott titorra. Homokibort ittak, s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. El is patkoltak, mind a hányan voltak. A mentősöknek, az orvosnak, a két hordágyvívőnek, meg a sofőrnek már nem akadt dolguk. Csak fejcsúválva körüljártak azt a sok halottat, és mielőtt visszaindultak volna, megettek néhány pogácsát. Ittak rá egy kis bort. Kivéve a sofőrt. Ugye bort nem ihatott, mert vezetnie kellett, a pogácsát pedig nem szerette. De ami még ott maradt a tepsiben, azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé, hogy kárba ne vesszen. Jó lesz az még, gondolta, valakinek, és most viszi. Tehát azt lehetne mondani, hogy egy zseniális író, mint Örkény István 30 évvel ezelőtt már ráérzett a mai élelmiszerbiztonsági problémákra. Örkény művészetének több gyökere is van, tehát, mint mondtam, elkezdtem ezzel itt hobbi szinten foglalkozni. A hadifogságban eltöltött idő meghatározó volt az írás művészetére, a másik pedig kémiai műveltsége. Ennek is több szintere van. Például az ősei révén már kapcsolatba került Örkény a kémiával. A anyai nagyapja, a nagyapjának ecetgyára volt a Felvidéken, a mai Szlovákiában, Nyitra mellett, Verebély nevű községben. Pár embert foglalkoztatott ez az ecetgyár. Örkény erre úgy emlékezett vissza, hogy gyerekkorában rendszeresen ott nyaralt, és annyira mindennek ecet szaga volt a környéken, hogy amikor ő később egy ecetes salátát kapott ebédre vagy vacsorára, akkor mindig a fiatalsága, a gyerekkora jutott eszébe az ecet szagáról. Édesapja Örkény Hugó patikus volt, tehát gyógyszerész diplomája volt, és több patika tulajdonosa is. Hát Örkény és a kémia kapcsolatáról egész előadást tudnék tartani, tehát nem tudok most ebben részletesebben belemenni. Erről csak ennyit, hogy már lehet azt mondani, hogy az anya tejjel, bár itt pont apáról volt szó, szívta magába a kémiát. A másik nagy terület a tanulmányai. 1930 és 41 között megszakításokkal végzett egyetemi tanulmányokat. Ugye apja, aki patikus volt, nem tudom, van-e itt gyógyszerész, elnézést kérek, ha van, a szülőknek ugye, mint gyakorló szülő, én is ismerem ezt, általában az az ambíció, hogy a gyereket többre vigye, mint ő. Tehát Örkény Hugo is úgy gondolt, hogy a fia több legyen, mint egy egyszerű gyógyszerész, legyen vegyészmérnök. Úgyhogy a műegyetemre iratkozott be, mint szófogadó fiú, Örkény István, de hát aztán a fizikai kémiával meggyújt a baj, a termodinamikával megbukott. És akkor áttette a székhelyét Budáról Pestre, a Műegyetemről a Tudományegyetemre, és végülis megszerezte a gyógyszerész diplomát, és aztán később visszairatkozott, valószínűleg, ennek nem találtam nyomát, már nem az a professzor volt a termodinamika előadója, és sikerült, és meg is szerezte a vegyészmérnöki diplomát is. A harmadik terület, ahol a kémiával kapcsolatban volt, az gyógyszergyári munkája. Tehát az biztos ismert, hogy 56-os forradalom előkészítésében, mint az Írószövetség elnökségének a tagja, Örkénynek is szerepe volt. Például ő írta azt a szöveget, amit a Kossuth Rádióban beolvastak, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Csak nem olvasták be, hogy ezt Örkény írta, ezért őt nem börtönözték be, mint jó barátja Déri Tibort,
hanem csak szilenciumra ítélték, tehát egy darabig nem jelentek meg az írásai, és akkor leporolta két diplomáját, és pályakezdőként elhelyezkedett az Egyesült Gyógyszer- és Távszergyárban, és ott dolgozott 5 évet. Ugye ma a EGT volt a rövidítése, ma EGIS-nek a rövidítjük. Tehát itt dolgozott Örkény. Tehát ez a három nagy terület, ahol egész konkrétan kapcsolatban volt a kémiával Örkény, és akkor ezek után nyilván logikus, hogy megnézzük, hogy az írásaiban ez hogy jelenik meg. Hát én elolvastam Örkényt előről meg vissza néhányszor, hogy milyen motivumok vannak. Hát nem játszódnak regényei ugye vegyi üzemekben, gyógyszertárban talán van egy-két novella. Ami kimutatható, az az, hogy nagyon sok kémiai motivum szerepel a műveiben. Például Irinyi János és a gyufa története ugye többször, vagy Paul Ehrlich, aki 606. kísérletre fedezte fel a szalvarzánt, a vérbajnak a gyógyszerét. Tehát ezek több helyen szerepelnek, de az igazi hatás, amiről Örkény is maga is így vallott, az a stílusára való hatása annak, hogy kémiai, természettudományos műveltsége volt, tehát a tömörség. Tehát nem szószátjáran fogalmaz, és megint nem akarok senkit megsérteni, tehát nem egy ilyen bölcsészes, hanem tömör, természettudományos tömörséggé, amit a legjobban persze az egyperces novellák bizonyítanak. Tehát saját véleménye is ez volt erről. Na most az előbb már említettem, hogy az érettségi tétel az nem biztos, hogy kedvez a népszerűségének, de az, hogy ma is a köztudatban legyen Örkény, azért nagyon sokat tesz Mácsai Pál, akinek van egy ilyen önálló estje, Azt meséld el Pista címmel, amit Bereményi Gézával írtak, a forgatókönyvet, és egyes szám első személyben elmeséli Mácsai, mintha ő lenne Örkény az életét. Azt hiszem már túl van a 400. előadáson ez az előadó est. Nagyon jó, aki hallotta, annak nem kell magyaráznom, aki nem, azt javaslom, hogy hallgassa meg egyszer. Itt van Mácsai, és most, ha minden igaz, akkor Mácsai hangján egy részletet meghallgathatunk, hogy mi volt Örkény véleménye a kémiával a kapcsolatban. Apámnak egyébként az volt a kívánsága, hogy a fia, mint lehető patikus, a gyógyszerészi oklevél mellé szerezze meg a vegyészmérnöki képesítést is. És ez nekem egyáltalán nem volt teher vagy szenvedés. Hát végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam. Például. Le van írva egy képlet. Jó. Késsavat összeütő bárium kloriddal, ugye? Hát bárium szulfát keletkezik. És tényleg? Tehát, ha én egy kis képcsőben ezt a kettőt összeütöm, abban a pillanatban ott van kicsi fehér csapadék, bárium szulfát. És ez a káprázatos egyezése elméletnek és gyakorlatnak, ami egy kémiai képlet, ez engem elragadott. Az egész kémia, főleg egészen a szerves kémiáig, az ilyen tiszta, világos, egyértelmű képlet, mindennek a legtisztább, a legegyszerűbb, a legvilágosabb megfogalmazása az értelem. Tehát Örkénynek az volt a véleménye, hogy ő az értelmes, logikus gondolkodást azt a kémia révén sajátította el. Hát azt hiszem ennél szebben nem lehet megfogalmazni, hogy milyen lényeges, fontos dolog a kémia. Annyit hagyd mondjak már el, hogy én kétszer is meghallgattam már ezt a Mácsai estet, és Mácsai a 300. előadáson túl már magát is szórakoztatni akarta, és mikor ide eljutott, hogy összeöntjük a kénsavat, akkor tartott egy hatásszünetet, hogy mivel öntsük össze a kénsavat. És miután én ezt a szöveget pontosan ismerem, jelentkeztem, és mondom, öntsük össze báriumkloriddal. Úgy meglepődött, mert azt mondja, hogy ezt már többször eljátszotta, és még sose kapott választ rá. És utána, az előadás után odament, hogy elnézést kérek, hát én egyrészt kémikus vagyok, másrészt meg ismerem a szöveget is, tehát tudom, hogy ez következik. És aztán mondta, hogy mondjak már még akkor valamit, hogy mivel tudnál színesíteni, hát annyit tudtam csak mondani, hogy ugye a kénsavat nem úgy hígítjuk, hogy a savba vizelünk, hanem mindig a vízbe savalunk, de nem hiszem, hogy ezt utána felhasználta. Hát csak egész röviden, ugye irodalmárok vannak a kémikusok közül, ahogy említettem, a hős, a mű hőse lehet kémikus, ugye Marie Curie, kétszeres Nobel-díjas, élete kész regény, film is készült róla, ugye a rádium polónium felfedezése, csak mellékesen jegyzem meg, hogy 2011-ben kapta a kémiai Nobel-díjat, és nyilván sokan tudják, hogy 2011 lesz a kémia éve. Azért választották ezt pont a Madame Curie kémiai Nobel-díja kapcsán. Ugye 2005 volt a fizika éve Einstein kapcsán,
és 2011 a kémiai év lesz. Alkimisták sok műben szerepelnek, kitalált személyek is, tehát a kémia és az irodalom kapcsolata az nagyon széleskörű, ez csak néhány példa, amit szerettem volna elmondani. A téma lehet, a irodalmi mű témája például, kőolajjal kapcsolatos dolog nagyon sok esetben. Kémia és a képzőművészet egy másik nagy terület. A fizikai-kémiai vizsgálati módszerek ugye elterjedten használatosak a képzőművészetben. Például a kor, egy mű korának meghatározása a C14-es radiokarbon módszerrel. Nagy vita van, csak hogy egy példát mondjak, ugye ismert, hogy Jézus Krisztus halotti leple Torinóban van kiállítva, és ezzel a C14-es módszerrel meghatározták a korát, és az jött ki, hogy 1300-ba keletkezett ez a lepel. Na most, hogy ebből két következtetés adódik, vagy nem Jézus Krisztus halotti leple, vagy a másik vélemény, mint sokan mondanak, hogy nem jó a C14-es kor meghatározás. Na most a kettőt össze lehet azért hozni, nem jó helyről vették a mintát, stb., de szerintem a Vatikánnak is jó ez így, ez a bizonytalanság, mert többen mennek megnézni. Röntgen, diffrakció, ugye sok vizsgálatban szerepel, spektroszkópiai módszerek, a festékeknek a vizsgálata nagyon lényeges, és hát találhatunk arra is példát, hogy a kémia megjelenik szobrokban. Itt van körünkben Vizi Béla kolléga, aki ezt műveli, majd még néhány gondolatot elmondok erről. Az eredeti és a hamisítvány megkülönböztetése például korabeli, a fatábla, a vászon, nem tudom mennyire ismert, hogy Vermeer van Delft, egy elfelejtett németalföldi festő képével történt a II. Világháború után, hogy felbukkant az utolsó vacsora című képe, valahogy így néz ki, és aztán kiderült, hogy Van Meegeren hamisította, a tábla eredeti volt, vagy a vászon, tehát eredeti festményt festett át, és aztán, mikor átvilágították röntgen diffrakcióval, akkor kiderült, hogy Hondius vadász jelenetét festett át, mert a röntgen átvilágításban szépen mutatta, hogy alatta van egy másik kép. Tehát sikerült a hamisítványt leleplezni. A kép keletkezés történetét meg lehet röntgen diffrakcióval vizsgálni, hogy nem hamisítás, hanem maga a művész megváltoztatta festés közben a koncepciót, vagy a saját képét festett át. A Szépművészeti Múzeum egyik becses darabja a Gólya Korsós Lány című képe. Röntgen vizsgálata kiderült, hogy ez egy virág csendéletre festette Gólya. Tehát a saját virág csendéletét nyilván nem volt rá vevő, a vászon drága volt, és akkor gondolt egyet, és itt látszanak jól a virágok, azt festette át, és lett belőle ez a korsós lány. A restaurálásnál nagyon sokat használ, ugye itt van a Correggio Leda hattyúval című képe, és a röntgen felvételen látszik, hogy hol van a fa, keret, toldások a vászonba, tehát a restauráláshoz nyilván ez nagyon fontos, hogy hát ezt a kicsit bizarr témát pontosan tudjuk élvezni, már a képet. Jó. Itt ez a férfi portré, ugye látszik, hogy ezt látjuk szabad szemmel, és akkor infrával, ultraibolyosugárzással átvilágítva más részletek derülnek ki, és hát megint a leghatásabb a röntgen, itt látszik, hogy a fatábla, amire festették, az például el van repedve. Tehát ezek nagyon hasznosak. A festékek, pigmentek azonosítása különböző spektroszkópiai módszerekkel. Ez az ábrával csak azt szeretném illusztrálni, hogy a különböző színek festésére használt pigmenteket nagyon különböző idő óta használja az emberiség. Például a ólomfehér az már az ókorban is ismert volt, de a cink, szulfid alapú, vagy a titán dioxid alapú festék az egész rövid életű. Tehát, hogyha tisztelt hallgatói műgyűjtők, és meg akarják a megvásárolt képről biztosan tudni, hogy ókori a kép, ha megnézetik valakivel, és a fehér szín az titán festék, akkor az biztos nem ókori, mert akkor még nem is használták. Tehát a festékekből a korra lehet következtetni. Egy érdekes freskó a Vatikánban, Raffaello Bolsénai Mise című képe látható, ami egy vérző ostját ábrázol. Itt van a kép, tehát a mise közben, amikor a pap elővette a kehelyből az ostját, akkor azon vércseppek jelentek meg.
Ez az eset 1263-ban történt, Bolsénában, ez Közép-Olaszországban van, és a pápa nem sokkal később ugye ezt egyházi ünnepést nyilat. Nem vagyok biztos benne, már rég tanultam egyházi dolgokat, de azt hiszem ez az Úr napja. Tehát ez lett az Úr napja, ennek a csodának a napja, azóta is ez búcsújáró hely, és oda mennek az emberek. Egyébként az ókorban is, meg Nagy Sándor idejében is elég sok ilyen történet volt vérző kenyérről például. Tehát Nagy Sándor katonái egyik csata előtt, amikor megtörték a kenyeret, abban is vércseppek voltak, amit utána, miután megnyerték a másnapi csatát, jó előjelnek tekintettek, hogy ezt tapasztalták. Na most, amire ki akarok lyukadni, tehát 1512-ben festette meg Raffaello a képet, hogy az Angewandte Kemi című nagyon nagy respektusú német kémiai lap, aminek itt a nemzetközi kiadás, ami már angolul jelenik meg, látszik, ennek 2003-ban a címlap sztoria ez volt, tehát ugye részlet a freskóból, és benne a megfelelő cikk, ami magyarázatot ad a csodára. Itt látjuk, hogy pirrolvázas vegyületek, ugye mint a hemoglobinban is, amik vörös színűek. Tehát német kutatók alapos vizsgálattal megállapították, hogy keményítő táptalajon megfelelő hőmérséket és páratartalom esetén olyan gombák szaporodnak el, amik ilyen folyékony állagúak és vörös színűek. Tehát ez történt, hogy az ostya, mint keményítő táptalaj, nagyon jó volt arra, hogy ezek a gombák, amik ilyen piros folyadékszerű képződmények, azok itt megjelenjek. Tehát megtaláltuk a csodának a természettudományos magyarázatát, tehát én, mint természettudományos alapokon álló valaki, úgy gondolom, hogy kétféle csoda van, egyik, amelyiknek már tudjuk a magyarázatát, a másik, aminek még nem tudjuk. Most szoktak a hallgatóim velem vitatkozni, amikor ezt elmondom, de hát ez az oktatásnak a lényege. Kémikus képzőművészek, és akkor itt most utólagos engedelmével Vizi Béláról szeretnék pár szót. Ez a kis könyvecske kémia szobrokban számomra nagy hatást gyakorolt, vagy 20 évvel ezelőtt, mikor kezembe került, ez a címlapja, és a hátlapján olvasható néhány dolog, amit most elárulok Vizi Béláról. 1936-ban született Jász Apátin, művészi tehetség ellenére vegyészmérnöknek ment Veszprémbe, mert a szülői tanács így hangzott, hogy előbb legyen kenyér a kezedben, fiam, aztán majd ráérsz játszani. Hát én, aki vegyipari technikumban Kazincbarcikára mentem, ismerem kicsivel későbbről ezt, hogy előbb legyen valami kenyér a kezedben. Termikus analízissel, infravörös spektroszkópiával foglalkozott, tehát rendes, tudós ember, kandidált ebből a témából, és 1970-től játszik saját megfogalmazása szerint, tehát érmeket, kis szobrokat készít a kémia jeleinek és jelképeinek felhasználásával, amit majd megcsodálhatunk itt a kiállításon. Én csak néhányat itt ízelítőül, azt hiszem mind szerepel a kiállításon, pedig nem tudtam, hogy mi lesz pontosan. Hát kis időt hagyok, hogy aki még nem nézte meg a kiállításon, az gondolkodjon el rajta, hogy mi lehet ez a kis mű, mit ábrázolhat. Ugye a vegyületeknek a szerkezeti képlete olyan, hogy már az maga ihlető erő lehet. Hát sajnos nincs sok időnk várakozni. Ez az alizarin madár. Az alizarin, ugye mint fontos vörös festék, szerkezeti képletét így fölírva emlékeztet bennünket erre, és ez az alizarin madár született ebből. Egy másik nagyon ihletett, hát lehetne esetleg szivarfüst is, de ez a rózsa illat. Ugye a rózsaolaj egyik fő alkotó része a feniletil alkohol, ezt Vizi Béla fantáziadúsan így ábrázolta, és már is a rózsa illatot, és érezzük is a rózsa illatát, ha megnézzük. Kémiai reakciók is megihletik a művészt. Ez egy nagyon dinamikus, erőtől duzzadó, energikus figura. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy két karja ugye azt jelenti, hogy bifunkciós, és akkor, ha több ilyen bifunkciós vegyület találkozik, tehát ez a monomer, és ha több ilyen találkozik, akkor le tud játszódni a polimerizáció maga, tehát ez pedig a polimerizáció című képe.
a honlapjára is szeretném felhívni a figyelmet, én előszeretettel szoktam nézegetni további képeket is, és majd megnézzük. Ennyit csak röviden Vizi Béláról, és a képzőművészeti témakör befejezve, kémikusok filmen. Ugye itt is lehet az, hogy a rendező kémikus, lehet a film témája kémiai, és ezt a példát leszoktam hallgatóimnak vetíteni, tehát az Ismerje a Sandy Mandit című filmet, gondolom vannak néhányan, akik ismerik az idősebb korosztályból. Tehát Gyarmati Lívia rendezte, és a forgatókönyvet Böszörményi Gézával írták, mind a kettőjüket beválasztották a, nem tudom, 12 van azt hiszem filmesekből, tehát a Halhatatlanok, vagy mi a neve ennek. Tehát ugye van színészek után már filmesekből is. Böszörményi Géza már sajnos meghalt. Ők mind a ketten kémikusként dolgoztak, és utána levelezőn, vagy nem tudom, estén végezték el a Színház és Filmművészeti Főiskolát, és utána csináltak filmeket. Hát a film egy modern vegyi üzemben játszódik, Százhalombattán forgatták, akkor volt új a százhalombattai olajfinomító, és a középiskolás Júlia, akit Süt Cilla alakít, nyári gyakorlatát tölti, és hát ezen keresztül, az üzem életén keresztül egy nagyon szatirikus, tehát társadalmi szatira is tulajdonképpen. Kálai Ferenc a mérnök, ő például ugye az egy hónapos gyakorlatra azt a feladatot adja a középiskolásnak, aki ugye kilép az életbe, hogy rajzolja le a gyárban futó csővezetéket. Szóval ez a feladat, hogy le kell rajzolni a csöveket. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes film, a kémia és a film kapcsolatára egy jó példa. Erre is rengeteg példa van persze. Egy következő terület a kémikusok és a zene. Elnézést, ilyen nagyon hadarok, mert be akartam hozni a késést, de lehet, hogy nem kell, mert késhet a megnyitó, vagy ne késsen, ugye? Na tehát itt is lehet... Kicsit késhet. Lehet az a terület, hogy a szerző, tehát a zeneszerző maga kémikus. Aztán lehet a mű hőse kémikus. Aztán lehet a téma kémiai. Aki felismeri, az kap egy sportszeletet. Nem, Borodin, Borodin. Ó. Ja, kabátomban van a... A dékáni szobában van, majd utána. Tehát Alekszandr Porfirjevics Borodin, Igor Herceg című művének a legismertebb részlete, a poloveci táncok. Tehát Borodin orosz zeneszerző és vegyész. Tehát a szerves kémia professzora volt a Szentpétervári Katonai Sebészeti Akadémián. Itt egyébként Zinyinnek lett az utóda, és Zinyin arról nevezetes, hogy ő volt a Nobel fiúknak a házi tanítója. Tehát ő hívta fel például a nitroglicerinre a Nobelék figyelmét. Na mindegy, tehát ez egy híres intézmény, ez a Katonai Sebészeti Akadémia, itt volt kémia professzor Borodin. A kémia történet nyilván tartja több ponton is, például ezt a felfedezést, hogy a karbonsavak ez is sója brommal úgy reagálnak, hogy egy szénatommal kisebb alkil bromid keletkezik. Széndioxid lép ki, kálium bromid, tehát egy szénlánc csökkentő szintézisre van így lehetőség. Aztán a másik, amit számon tart a kémia történet, hogy klorofil vizsgálatával foglalkozott, és megfigyelte, hogy alkoholos metszetet, növényi alkoholos metszetet hagyott beszáradni, és kikristályosodott a klorofil. A rossz nyelvek szerint ugye pénteken ott hagyták, ha akkor már volt szabad szombat mondjuk, ezt az alkoholos metszetet, és mire hétfőn bementek, addigra be volt száradva, és kikristályosodott, és megtörtént a felfedezés. De most ezzel a módszerrel egyébként állított elő klorofil, ja itt van a klorofil, ugye Woodward szintézisének a teljesítményét értékelhetjük. Ugye van ráadásul klorofil A, klorofil B, itt az R csoport más. És ez alapján, tehát Willstetter így állított elő klorofilt, és Willstetter Nobel-díjat is kapott 1915-ben a klorofillal kapcsolatos vizsgálatok. Tehát Borodin a kémia történet része egyrészt, másrészt pedig ugye híres zeneszerző, élete főműve az Igor Herceg, amit 20 évig írt, de befejezetlen maradt, mert ugye szabad idejében írta. Ő az orosz ötök tagja volt,
akik ugye az orosz zenét, a népzené alapján próbálták megújítani, Mussorgszkij is ide tartozott, és Borodyint a korabeli arisztokrácia sokkal jobban elfogadta például, mint Mussorgszkijt, mert ugye az volt a vélemény, hogy hát ez a vegyész professzor szabad idejében egész jó zenéket ír. Tehát, és aztán a Szentpéterváron volt a bemutató a halála után. Ez a poloveci táncok, ez a legnépszerűbb része a műnek. A Square Round című kémeljai vegytani musicet 1992-ben mutatták be Londonban. Ugye ezt úgy lehetne fordítani talán, hogy szögletes golyók, vagy nem tudom, fából vaskarika, vagy valami ilyesmi. Tony Harrison írta a szöveget, Dominic Moldovani ismert zeneszerző, és Fritz Haber életéről szól. Ugye, hát a Haber-Bosch ammónia szintézis, azt hiszem mindenkinek mond valamit. Ugye Fritz Haber az 1918-as kémiai Nobel-díjat 19-ben kapta meg az ammónia elemeiből való szintézisért, és ugye ez alapján utána ammónián keresztül ammónium nitrát műtrágya gyártása megvalósítható volt salétromsava nitráláshoz, robbananyagokhoz. De Fritz Haber volt az is, aki 1915-ben az első világháborúban Ypernél a klórgáz támadást vezette a franciák ellen. Tehát ő volt a vegyi hadviselés kitalálója, vagy első alakja, mint jó német hazafi. A németek már előtte megalkották a gázállarcot, tehát gázállarcban ott voltak a német katonák, és a klór tartalmú hordókat kinyitva megfelelő időjárási viszonyoknál rángették a franciákra. Több ezer halott, rengeteg súlyos sebesült volt, és ezzel meg is alapították a kémiai hadviselési osztályt a német hadseregben, aminek Haber lett az első vezetője. Ugye ez 15-ben történt, most ennek ellenére ő Nobel-díjat kapott. Ugye ma elítélnék háborús bűnösként. Akkor valahogy még mások voltak a viszonyok. Még visszatérve egy pillanatra ehhez a témához, tehát Fritz Haber, mert nem vártam el azt hiszem a szállat, hogy miért Square Rounds a mű címe. Tehát tulajdonképpen Fritz Haber kettős élete a mű témája. Tehát, hogy ő az emberiség egyik jótevője, a nitrogén műtrágyák révén, ugye, hogy élelmiszertermelést lehet növelni, meg az első gáztámadásnak is a vezetője. Egyébként ez az életét nagyban meghatározta, mert például a felesége öngyilkos lett utána, meg elég komoly gondot okozott, és hát a plakátra se tértem még ki, tehát ez a mű plakátja, ami ugye a környezet szennyezésre után, tehát egy gyárkémény, ami után, vagy ami mellett a fák már lekopaszodtak. Egyébként sikerült megszereznem a műnek a szövegkönyvét, nem túl sokáig ment, szóval nem évekig, annyira nem volt sikeres. A szövegkönyvből kiderül, hogy fontos szerepet játszik, és végig a színpad közepén van egy angol WC, kárhoztatva azt, hogy ugye ilyen fontos tápanyagot azt nem hasznosítunk a angol WC révén, és a szereplők eléneklik a nitrogén összes oxidját, ugye N2O-tól kezdve a többiig, és hasonló dolgok vannak benne, tehát érdekes, a zenéjét nem sikerült. Ugye ma már mindent le lehet tölteni, de ezt nem találtam meg. A hallgatóinak mindig elmondom, hogy akinek sikerül ezt megszerezni, annak nem is kell vizsgázni ebből a tárgyból, de még ez se volt elég motiváció, úgyhogy ezt most is akkor továbbadom, hogy aki esetleg megszerzi, annak megköszönöm. Könnyű zenei témák is lehetnek, tehát könnyű zenében is lehet kémiai jellegű a téma. Most már nem merek felajánlani sportszeletet. Tessék? Az idősebb korosztály van esetleg előnyben, annyit elárulok. Tessék? Vagy a közép? Radioactivity, eddig akartam menni. Tehát ez a Kraftwerk együttesnek a Radioaktivitás című száma. Ugye a Kraftwerk, hát már a
ez egy német együttes, a nevük is erőmű, ugye, a Kraftwerk. Tehát ők ilyen természettudományos indítatású számokat, Rádióaktivitás címmel is több számot szereztek. Hát ők a 70-es években voltak menők. Voltak Magyarországon és Budapesten is koncerteztek. De a mához közelebbi témát is találhatunk. Megvan, ugye? Jó, akkor nem is csigázom tovább. Tehát ugye Jean-Michel Jarre-nak is több Oxigén című száma is van itt szintetizátorra. Hát itt maga a lemez borító címlapja, és hát megint a környezet szennyezésre utal, ugye a kék bolygó egy ilyen koponyaként ábrázolva, hogyha elfogy az oxigénünk. A kémiai elemek is lehetnek egy zenemű témája. Van banánik, körin, citrón, imber, imber, kéz, kúzimás, tejnemel, rubium, túrium, utécim, titánis, mendelépim is, van protaktinim is, van kalifornium, rénim, rutinim, rubidim, prométium, polónim, szamárim, szilícim, gerbánim, hozmium, kutónim is, kálim is, gallium, erbium is, terbium is, kúlim is, talium. Itrim, iterbium is, argon, alumínium is, van kazelotémium is, roncim, tekécim is, kagnim is, kálcim, asztácium is, bárim is, cérim is, cézium is, rudim is, rádium. Ugye milyen érdekes? És ez eddig még csak 46 elem volt. Most jön a többi 58. Kriptoid és indium is, radon, gadolinium, celukobat, tantálikáros és americium, hidrogén is, hidrogén is, acigén is, oxigén is, antalmanganeolit is, aktinum is, szénszelin, krón, krón, higanyel, molibdén is, agnium, klórbor, platina, urán is, nadinius, kadmium, magnézium, cink és laurencium. Wolframon és mozgó is, hát persze, kurcsa, tómium. Flúr is, magnézmit is, antelgúr is, paládium, krénium is, lítium is, ezüst is, krédium is, fermium is, francium is, holmium is, hérium is, nátrium, a tómium, rubium, a bélium. Ha a dalt akarod énekelni, megteheted könnyen, a szövege benne van a kémia tankönyvben. Nem tudom, az ismerős volt, a Holló Színház előadása, Dózsa Gergely énekel, 98-ban jelent meg ez a lemez. A kurcsatóviumot itt ferdén szedtem, azért, mert ma már nincs ilyen elem. Tehát a 104. tehát a 104-es elemnek volt ez a neve, de a Jupak 1996-ban úgy döntött, hogy a 104. elem az radzefordium legyen, és hát a 98-ban még nyilván azt a tankönyvet használták, ami 96 előtt készült, tehát abban még Kurcsatovium volt. Hát ugye Kurcsatov neves szovjet atomfizikus, és ugye Dubnában több új transzurán elemet fedeztek föl, és akkor vita volt erről, hogy mi legyen a neve, és egy darabig, hát volt szocialista országok, meg skandináv országok, és tehát Európában Kurcsatoviumnak hívták, Amerikában másképpen, és aztán a Jupak úgy döntött, hogy ez radzefordium legyen, és nincs kurcsatóvium. Annyi kárpotlást kapott a szovjet fizika, hogy dubnium viszont lett, tehát Dubnáról neveztek el, úgyhogy Dubna van megörökítve. Úgyhogy a dal szövegéből még a keletkezés korára is tudunk következtetni. És hát végezetül csak néhány dolgot még arról, hogy a humor is felfedezhető persze a kémiában, hát mindenütt, és hát ugye humor nélkül lehet, de nem érdemes élni. Hát ugye a szórakozott professzorokról nyilván tudunk történeteket. Én igyekszem ezt elkerülni, hogy minél később terjedjenek erről amilyen történetek. A diákok aranyköpései ugye az a másik, ami közszájon forog inkább az oktatók körében. Hát csak egy példát mondjak, én petrolkémiát is tanítok Szegeden, és hát egy dolgozatban arra a kérdésre, hogy mi az oktánszám, az volt a válasz 8. És igaz. Vannak humoros rejtvények, ugye ebben még nem lehet humort felfedezni, itt csak a benzol szerkezetét akartam bemutatni, ugye ehhez és persze kémia történeti anekdóták fűződnek.
és kapcsolódik a művészetekhez is. Tehát ugye az az egyik legenda, hogy Auguste Kekulé 1865-ben megálmodta a szerkezetet, egyik variáció szerint ugye bóbiskolt a kandalló előtt, és a lángok úgy összekapcsolódtak gyűrűvé, a másik pedig az, hogy a omnibusz tetején utazott, és álmában ezt álmodta, és hát ez például a vegyész operában van egy ilyen, hogy vegyész opera, aminek az egyik fejezetében ezt meg is élek, ez egy szigorlatról szól, és hát erre a kérdésre, hogy néz ki a benzol szerkezete, a éjjel az omnibusz tetején dallamára elénekli a vizsgázó. Én most azért nem éneklem el tisztelt hallgatóimnak, mert nekem nagyon jó hangom van, az gondolom hallatszik az utolsó sorba is, de nincs hallásom. Tehát én tudok hangosan és hamisan énekelni, ezt most nem akarom, de ugye ismerjük, hogy éjjel az omnibusz tetején utazott Kekulé és álmodott. Álmában a benzol képletén, a hat szén helyzetén gondolkodott. Álmában hat kis majom egymás farkát kergette, s felkiáltott Kekulé meglepetve. Íme a benzol, mit kerestem, most végre megláttam a gyűrűjét. Tehát ugye itt a hat kis majom egymás farkát kergeti, és akkor kiderült, hogy gyűrűs szerkezete van a benzolnak. Most ezt azért mondtam, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szubstituált benzol vegyületeket nézzük, ugye akkor ha monoszubstituált, akkor a elnevezésre nincs semmi gond, hogy ha már két szubstituens van, akkor az többféle helyzetű lehet. Ugye ha egymás mellett vannak, az az orto helyzet. Ha egy kimarad, tehát itt meg itt, az a meta, ha szembe, ugye az a para helyzet, és akkor ez például humoros rejtvényekre ad lehetőséget, mert akkor például ez micsoda? Hát így van, ez ortodox. Hát akkor az, hogy paradox, ez már nem probléma megoldani. Ez pedig a metafizika, és hát előadásom végén remélem tisztelt hallgatóim nem fognak engem megdobálni. Köszönöm szépen a figyelmet!